Hazánkban évente 6000 új emlőrákos nőt fedeznek fel, és ennek nagyjából fele életét veszti a betegségben. Ebben az évben közel 30 helyszínen tartott figyelemfelhívó mellrák szűrő programot a Karolina Kórház. Kimentünk különböző vidéki kultúrházokba, rendelőkbe, központokba, ahol berendeztek nekünk helyiséget, és akik jönni szerettek volna hozzám tapintásos emlővizsgálatra, vagy emlőtapintás tanítására, azok egymásnak adták úgymond a kilincset. Fontos, hogy minél korábban észrevegyék a daganatot, tette hozzá a röntgenasszisztens. Az időben diagnosztizált emlőrák az esetek nagyjából 80%-ában gyógyítható. Nem gyakoribb az emlőrák itt a mi környékünkön, mint bárhol máshol az országban. Általában a 10% körül vagyunk. Amit tudni kell róla, hogy két csoportra oszlik a népesség. Van, aki hanyat, homlok, rohan, bármilyen panasza van, hál' Istennek, és van, aki meg sajnos kivárja az időt, amíg megnő a daganata, és szemmel látható, tapintható lesz. Az országos halálozási listán a második helyen áll a mellrák, ezért a szűrések lényegére folyamatosan fel kell hívni a figyelmet. Ha panasz van, akkor 35 éves korig csak ultrahangot végzünk, 35 éves kor felett elvégezzük már a mammográfiát, szűrésszerűen 40-től kell mammográfiára járni, 40 és 50 között évente, 50 fölött már lehet ritkítani. A mellrák a fiatalabb nőket is sajnos egyre gyakrabban érinti, így évente nekik is ajánlott elmenni egy ultrahangos vizsgálatra. Erre a Karolina Kórház rendelési ideje mellett a női szűrőnapokon is van lehetősége a hölgyeknek.